Különleges helyeken különleges történeteket talált Kocsis Tibor, aki immár 40 éve készít filmeket, szinte mindnek a rendezője, operatőre, producere volt. Sok felől mesél el történeteket, például magyar focistákról, a Verespataki aranybányáról, magyarországi tájakról, pedagógusokról, kiváló színészek narrációjával. Ez 40 év termése, vagy mondanám 35 év termése, amiben mindenki megtalálhatja magának azt, ami érdekes. Hát a Monarchia filmnél például, a Békebeli Budapestnél 14 ezer fotót néztem át, hogy az a 300, ami bekerült, az így lett kiválasztva. Vagy benne van a legelső magyar film részlet is, mozgókép, amit a Lumière fivérek csináltak 1896-ban. Itt például Mácsai Pál a narrátor. Szóval én bízom benne, hogy tetszeni fog a paksi közönségnek. A filmrendezőről a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke is elismerően nyilatkozott. Tiborra valamikor még nagyon-nagyon büszkék lehetünk, és ha mi helyi televíziósok tudunk abban segíteni, hogy az ő életmunkáját, az ő művészetét meg tudjuk mutatni, akkor azzal egy össztársadalmi kincset hozunk a felszínre, és azt hiszem, hogy büszkék lehetünk rá, hogy ezt többek között a ti televíziótokban, a Paksi Televízióban is meg tudjuk mutatni. A filmek premierjét hétfői és csütörtöki napokon 22 órától láthatják majd a Telepaks nézői, ezen felül folyamatosan ismételjük majd azokat.